Sziasztok, én Delov Jávor vagyok, és ez a 2022-es Lisztünnep Kezd csináló kisfilmsorozata, a Fesztivál Extra. Október 7-én pénteken este 8:30-kor kerül megrendezésre a Lisztünnep nyitókoncertje, ahol Liszt Via Crucis című műve fog felcsendülni, ezúttal a BAU, a Modern Art Orchestra átiratában, valamint meghívott hazai és külföldi vendégeik segédletével. Liszt nevét hallva a legtöbbször, és joggal a virtuozitásra szoktunk asszociálni, azonban ezt a késői művét leginkább az egyszerűség és a letisztultság jellemzi. Na meg egy jó adag határfeszegetés is, mert hogy nagy valószínűség szerint több 20. századi zeneszerzőnek adhatott jó adag útravalót vagy inspirációt ez a mű. De hogy pontosan mi is fog történni október 7-én, és hogy kerül oda egy Hammond orgona, egy jazz énekesnő, egy opera énekesnő és egy komplett big band a Bazilikába, arról Horthy Lilla opera énekesnővel és Fekete Kovács Kornéllal, a MAU vezetőjével beszélgettünk. És már itt is vagyunk Horthy Lillával, és Fekete Kovács Kornéllal, és bár tudom, hogy a hölgyekkel illik kezdeni, de az első kérdést hadd intézzem Kornélhoz, mert hogy a sajtótájékoztatón erre már utaltál, de amikor meghallgattam az eredeti művet, akkor én magam is arra jutottam, hogy ez a mű ez jóval letisztultabb még a korábbi Liszt művekhez képest is. És valahogy az jutott eszembe, hogy kicsit olyan, mint amikor elmegyünk egy szupermenő jazz workshopra, ahol egy érett, tapasztalt jazzzenész próbálja átadni a tudását a fiataloknak, és szinte kivétel nélkül mindig elmondják, hogy nem a hangok mennyisége, hanem azok minőségi elhelyezése, vagy a megszólalás, tehát a szon számít, mint olyan. Jól gondolom én azt, hogy ez egyfajta extra inspirációval bírt, amikor emellett a mű mellett tettétek le a voksotokat? Igen. Miért? Szóval való igaz, hogy amikor ezt a darabot mondjuk így, hogy már annak tudatában, hogy nekünk közösen Lillával, Sherryvel, a Modern Art Orchestrában, Briannel, Andrással ebben a térben valamiféle produkciót fel kell építenünk, ennek a tudatában én tulajdonképpen rátaláltam erre a darabra, vagy úgy is mondhatnám, hogy a darab talált ránk. Miért pont erre esett végül a választás? Ha tudtátok előre, hogy a Bazilikában kell ennek a műnek felcsendülnie, vagy ez csak utólag jött? Nem, tudtuk, hogy a Bazilikába keresünk egy olyan művet, ami odavaló. És hogy mondjam, igazából szerintem ez egy alapvetés, hogy a bazilika az egy szakrális tér. És a zene önmagában én azt gondolom, hogy bármilyen zenét is játszik az ember, még akkor is, hogyha a megírás pillanatában valamiféle világi motivációval van ellátva, akkor is én azt gondolom, hogy a zenélés és a zeneszerzés az egy a szakralitással átitatott folyamat. De ettől függetlenül azt is gondolom, hogy a bazilika vagy bármely templomnak a felépítése az nem azt a célt szolgálta soha, hogy hangversenyeket rendezzenek. És az, amikor egy ilyen térbe bevisz valaki egy hangversenyt, akkor azt is gondolom, hogy akkor ehhez a szakrális térhez igazodni kell. Amikor a Via Crucis szembe jött, vagy rám esett a választáskor, akkor ebben találtam meg mindazokat a szempontokat, amik... Hát eleve, amikor Liszt ezt a darabot megírta, akkor neki az volt a szándéka a darabban, hogy ezt majd valamilyen módon egy liturgikus környezetbe is tudja helyezni. Tehát az nem volt kérdés, hogy ezt ő templomokban egy ilyenfajta akusztikájú helyeken szeretné játszani. Lilla, téged leginkább az opera közönség ismer. Sőt, leginkább az operák kapcsán ismerhetnek téged. Azonban most jazzesebb vizekre evezel, neked milyen kihívást vagy mondjuk így komfortzónán túliságot jelent ez? Nem olyan nagy kényelmetlenség. Ez valószínűleg azért is, mert hogy a Kornélék ebben már nagyon profik. Én velük találkoztam már, de csak közvetve, hiszen az opera kétszer is fölkértem el őket koprodukcióra. Egyszer Purcellnek a Tündérkirálynőjét, másszor pedig Monteverdinek a Popeme koronázását
kellett egy kicsit... Koronáztuk meg. Igen, átdolgozniuk. Olyan zseniálisan csinálták, én annyiszor megnéztem az előadásokat, nagyon szerettem, zseniálisan kiemeltek anyagokat az operából, és azokat olyan fantasztikusan gyúrták bele, tulajdonképpen sokszor ilyen átvezető szerepük volt az operában, mondjuk jelenetek változásánál, de nagyon olyan is volt, amikor összefonódtak a jelenettel, és közben alájátszottak a zenekar, fantasztikusan jó volt, és én biztos voltam benne, hogy most se kell aggódnom, hogy milyen énekelnivalóm lesz. Iszonyatosan jól tudták ötvözni ezeket a ijesztőnek tűnő, vagy ezt az ijesztőnek tűnő összeállítást, hiszen itt egy orgona, egy jazz zenekar, egy opera énekesnő és egy jazz énekesnő. Szóval nagyon én, ha zeneszerző lennék, akkor egy kicsit lehet megijedni, de hát az ilyen profi emberek már nem teszik. És most találkoztunk ma először így egészében tutti hangszereléssel és mindennel, tehát mi énekesek, és fantasztikusan jó, nagyon jól működik, és hát el sem tudom képzelni, hogy ez mennyire hátborzongató lesz a templomban, azzal az akusztikával. Mind a ketten említettétek az akusztikát, ugye legendás lecsengése van a bazilikának, tehát itt kb. 5-6 másodpercről beszélünk, amíg szól egy hang a térben. És azt is említetted, hogy a műszerzője ezt így álmodta meg, hogy egy szakrális térben szólaljon meg. Na, de egy big bandet biztos, hogy nem úgy álmodtak meg, hogy egy templom színpadán lépjen fel. Hogy sikerült ezt neked egyáltalán áthidalni, vagy inkább úgy kérdezném, hogy ez egy nagyon nagy kihívás volt, vagy inkább áldás volt ez a fajta akusztika, amivel ez a tér meg van áldva? Azt gondolom, egy kicsit visszább lépek, szóval a jazz egy nagyon nyitott dolog, és valójában bárki, aki meghallja ezt a szót, vagy a műfajjal azonosítja ezt a szót, akkor rögtön a szabadság jut eszébe. Mi jazzzenészek, te is nagyon jól tudod, hogy azért ez nem így van. Tehát, hogyha az ultra nagy szabadságunkat így elengedjük, akkor abból egy káosz van, akármit is csinál az ember. A jazzzenész arra trenírozza magát, hogy úgy kövessen szabályokat, hogy senki nem mondja meg neki. Na most, amikor az került szóba, hogy a bazilika, akkor tulajdonképpen nagyon konkrét szabályok is elértek hozzánk. Ezt szabad, azt nem szabad. Például az, hogy most oda egy akusztikus zongorát vihetünk be, ehhez külön engedélyt kellett kérni. Most csak mondtam egy példát. De az improvizáció, mint a jazz sajátja, az abban a formájában, ahogy mondjuk egy jazzzenekarban improvizálunk, ez megint csak egy olyan fajta dolog volt, amire egy mindenki fölkapta a fejét. Hát azt inkább ne. És valahogy én azt gondolom, hogy a nagy káoszból akkor lesz valamiféle rendszer, hogyha tényleg odaállítunk ilyen iránymutató táblákat. És most jelen pillanatban ezek a táblák, ezek másfajta táblák voltak. Azt mondom, az egyik táblán az volt, hogy halló, 6 szekundumos a lecsengés. A másikon az volt, hogy a zenekart nem lehet úgy felállítani, ahogy az hagyományos módon szokott lenni, hanem valami mást kell kitalálni. És amikor először ott jártam, már a koncert kapcsán, akkor is az volt a fejemben, hogy jó, hát akkor itt van ez a tér, itt vannak ezek a szabályok, akkor mivel ez egy vadonatúj darab, tehát ez most fog megszületni az a verziója a Via Crucisnak, amit most pénteken hallhat majd a közönség, tehát most nekünk megvan az esélyünk arra, hogy ezt olyanná alakítsuk, hogy azokat a szabályokat, amiket ez a fajta tér szab ránk, ezeket vegyük figyelembe, és egy újfajta megközelítésben szülessenek meg ezek a dolgok. Búcsúzóval már csak egy kérdésem maradt, és arra kérlek titeket, hogy legyetek abban partner, képzeljük el, hogy létezik egy olyan találmány, aminek segítségével tudunk telefonálni a múltba, és mondjuk fel tudnánk hívni Liszt Ferencet, és el tudnánk invitálni erre a koncertre. Mit mondanátok, hogy miért vagytok a legbüszkébbek erre az előadásra? Miért kéne ott lennie, hogyha lenne egy teleportgépe? Elsősorban azért szeretném, hogy eljöjjön, hogy nyilván sokkolná azt, hogy hol tart a már a... Én eleve azt mondanám neki, hogy október 8-án lesz.
És hát, ha ilyen Willy Foggy megérkezése, nem, tehát Willy Fog megérkezése egy nappal korábban jön. De nem, már akkor ott van. Én biztos, hogy megkérdezném a koncert után tőle, hogy mennyire érezte ezt úgy, hogy a darabja meg lett törve, vagy mennyire érezte azt, hogy egy teljesen más oldalról megközelítve, átgyúrva, gazdagítva, egy másik világban teljesítettük ki a darabját. Erre nagyon kíváncsi lennék, hogy mit szóval. Persze, nyilvánvaló, hogy sokkolná az, hogy úristen, ma már mi minden létezik, és hogy hogyan használjuk a zenét, vagy hogyan hangszereket, vagy biztos, hogy nagyon, nagyon sok mindenben esetleg sokkolnánk, természetesen, de hát ő azért nem volt egy, tehát hogy elég vadság volt benne ott mélyen, tehát hogy nem biztos, hogy ne lenne erre fogékony, vagy ne tudna ebbe belehelyezkedni. Én nagyon kíváncsi benne, lennék. Én biztos vagyok benne, hogy most az, hogy ez a fajta megközelítés, ez most tetszene neki, vagy sem, ezt nem tudom. De az, hogy az a tény, hogy az ő darabjához bárki hozzányúl, hozzátesz, kibővíti, másképp, ez az ő saját életében, ő ezt számtalanszor megtette a korának a szerzőinek, a darabjaival. Biztos, hogy eljönne. Szóval, biztos nagyon érdekelni. Szóval egy ilyen nagyon nyitott és egy ilyen nagyon széles látókörű ember lehetett ő. Szóval nem gondolom azt, hogy alapjába véve zárkózna el az ötlettől, hogy az ő darabját is valaki így kicsit másképp értelmezni. És kérdeztetek tőle? És a darab írása közben hívhattad volna föl megkérdezni valamit, akkor mi lett volna? Rengeteg szakmai kérdésem lett volna. Benne. Igen, tehát eleve az, hogy ez a darab, ez olyan szinten előzi meg a korát, hogy a darab születésekor, én, ahogy olvastam róla, senki nem tudott vele mit kezdeni. Szóval az nem véletlen, hogy 50 évvel később mutatták be. Mert lövésük nem volt. Ez egy fantasztikusan modern darab a mai napig egyébként a hangzását tekintve. Az akkordok, amiket használ, a surlódás, tehát elképesztő. Én csak kívánni tudom, hogy a Kálisz Ferenc is legyen ott a koncerten, de annak is örülünk, hogyha csak pusztán a magyar közönség ellátogat. Nem 8-án, hanem 7-én, tehát pénteken este 8:30-kor a Szent István Bazilikában. Nagyon jó koncertet kívánok, és köszönjük mi is, hogy itt lehettünk. Minden információt megtaláltok a lisztünnep.hu oldalon. Tartsatok velünk legközelebb, sziasztok!